Szólj, hogy Sandrához menjenek el a barátnői, és maradjanak mellette. A feleségem is oda fog menni, amint beszéltem vele, és személyesen fogja közölni vele a szomorú hírt. A többi asszony intézze el, hogy a templomban misét tartsanak, és imádságot mondjanak a fiam lelkéért. A Don felállt a bőrfotelból. A többiek is felálltak. Clemenza és Tessio még egyszer átölelte a Dont. Hagen kinyitotta neki az ajtót. A Don megállt, egy pillanatra ránézett, majd megsimogatta Hagen arcát, gyorsan átölelte és olaszul így szólt. Jó fiam vagy. Megvigasztalsz. Ezzel azt akarta mondani, hogy Hagen helyesen cselekedett ebben a szörnyű helyzetben. A Don fölment a hálószobájába, hogy beszéljen a feleségével. Hagen ekkor hívta fel Amerigo Bonaserát, hogy a temetkezési vállalkozó fizesse vissza a Donnak azt a szívességet, amellyel tartozik neki. 5. rész, 20. fejezet. Santino Corleone halál hírére a megdöbbenés hullámai borították el az ország alvilágát. Amikor megtudták, hogy Don Corleone fölkelt beteg ágyából, hogy ismét kézbe vegye a család ügyeinek irányítását, és a temetésre kiküldött kémek beszámoltak róla, hogy a Don teljesen egészségesnek látszik, az 5 családvezetői kétségbe esett erőfeszítéseket tettek, hogy felkészüljenek a teljesen biztosra vett véres megtorlás elleni védelemre. Senki nem követte el azt a hibát, hogy a Dont a múltban elszenvedett vereségei miatt lebecsülje. Ő az az ember, aki csak 1-2 hibát követett el pályafutása során, és mindegyikből tanult is valamit. Csak Hagen sejtette a Don valódi szándékait, és nem lepte meg, amikor Don Corleone követeket menesztett az 5 családhoz, hogy békét javasoljon. Sőt, nem csak békét javasolt, hanem megbeszélést is a városban lakó családok és az Egyesült Államokban élő összes család részvételével. Mivel a New Yorki családok voltak a legbefolyásosabbak az országban, nyilvánvaló, hogy jólétük az ország egészségének a jólétét is meghatározza. Először gyanakodtak. Vajon nem állít-e csapdát Don Corleone? Vajon nem akarja-e elaltatni ellenségei éberségét? Vajon nem tömegmészállásra készül-e, hogy megbosszulja a fiát? De Don Corleone hamarosan bebizonyította, hogy komolyan gondolja az ajánlatát. Nem csak arra törekedett, hogy az egész ország számos családját bevonja a megbeszélésbe, hanem azért sem tett semmit, hogy embereit felfegyverezze, vagy szövetségeseket toborozzon. Végül megtette azt az egyértelmű félreérthetetlen lépést, amely visszavonhatatlanul bizonyította szándékai őszinteségét, és biztosította az összeülni készülő nagy talács biztonságát. A Bocsicsó családot kérte fel, hogy álljon a rendelkezésére. A Bocsicsó család egyedülálló volt a maga nemében. Valamikor a szicíliai maffia különösen vérengző ágaként ismerték, amelyből Amerikában a béke eszköze lett. Valamikor kegyetlen elszántságukból éltek, ma viszont abból, amit talán jámbor szolgálatnak lehet nevezni. A Bocsicsó egyik legértékesebb tulajdonsága a szorosan összefonódó vérrokonság volt. Olyan családi hűség, amely még abban a társadalom is rendkívüli, amelyben a rokoni hűség megelőzi a házastársi hűséget is. A Bocsicsió család 3. fokú unokatestvérekig visszavezetve valamikor csak nem 200 tagot számlált. Akkoriban még csak Szicília téli részének kis területén uralkodtak. Bevételük ebben az időben 4-5 malomból származott, amelyek nem számítottak ugyan közös tulajdonnak, de munkát, kenyeret és bizonyos biztonságot nyújtottak a család minden tagjának. Ez a tény és hozzá a számos rokonok közötti házasság elegendő volt ahhoz, hogy közös frontot tudjanak alkotni ellenségeikkel szemben. Szicíliának ebben a tücskében nem épülhetett fel velük versengő malom, nem létesülhetett védőgát, amely vízzel látta volna el versenytársaikat, vagy gyengítette volna vízellátásukat. Egy befolyásos földbirtokos báró egyszer megpróbált kizárólag saját használatra malmot építeni. A malom leégett.
A báró a rendőrséghez és a felsőbb hatóságokhoz fordult, akik a Bocsicsió család három tagját letartóztatták. A per előtt azonban kigyulladt a báró kastélya. A vádat és a feljelentést visszavonták. Néhány hónappal később az olasz kormány egyik legmagasabb rangú tisztségviselője Szicíliába érkezett, hogy egy hatalmas gát építésére tett javaslattal megpróbálja megoldani a sziget állandó vízhiányát. Rómából mérnökök érkeztek, hogy a zord benszülötteknek, a Bocsicsió klán tagjainak figyelő szeme előtt feltérképezzék a vidéket. A területet ellepték a rendőrök, akiket külön erre a célra épített barakokban szállásoltak el. Úgy látszott, semmi sem akadályozhatja meg a gát felépítését. Palermóba már megérkeztek az eszközök és a felszerelések. De tovább nem jutottak. A Bocsicsiók kapcsolatba léptek a baráti maffió főnökökkel, és megegyeztek velük, hogy segítséget kapnak tőlük. A nehéz gépeket szabotással megrongálták, a könnyebb felszerelést ellopták. A maffia képviselői hivatalos ellentámadást indítottak az olasz parlamentben a tervezők ellen. Mindez évekig elhúzódott, és akkor Mussolini került hatalomra. A Duce elrendelte, hogy a gátat fel kell építeni. Nem épült fel. A diktátor tudta, hogy a maffia, amely gyakorlatilag önálló kormány, fenyegeti az ő rendszerét. Teljhatalmat adott egy magasrangú rendőrtisztnek, aki rögtön megoldotta a problémát azzal, hogy mindenkit rövid úton börtönbe záratott vagy büntetőtáborba deportáltatott a szigetekre. Néhány év alatt megtörte a maffia hatalmát egyszerűen azzal, hogy válogatás nélkül önkényesen letartóztatott mindenkit, aki maffiózó gyanús volt. Ezzel persze tönkretett sok ártatlan családot is. A Bocsicsiók elég meggondolatlanul erőszakhoz folyamodtak egy korlátlan hatalom ellen. A férfiak egyik részét fegyveres harcban ölték meg, másik részét kényszermunkára deportálták a szigetekre. Mindössze maroknyi rokon maradt, amikor végre sikerült elintézni, hogy titkos alvilági hajóutakon Kanadába jussanak, majd onnan illegálisan Amerikába. Mintegy 20-an voltak a bevándorlók, akik egy New York City közelében lévő kisvárosban telepedtek le a Hudson völgyében. A semmiből kapaszkodtak föl, saját teherautókkal dolgozó hullokdíjgyűjtő vállalatot alapítottak. Jól ment az üzlet, mert nem volt konkurenciájuk, méghozzá azért nem, mert versenytársaik teherautói leégtek és használhatatlanná váltak. Egy különösen keményfejű fickót, aki alacsonyabb árat kért, mint ők, az általa összegyűjtött szemétbe temetve találták meg, megfulladt. De aztán a férfiak megházasodtak, természetesen szicíliai lányokat vettek el, jöttek a gyerekek, és ettől kezdve a hulladéküzlet, bár biztosította a megélhetésüket, nem volt igazán elegendő arra, hogy megfizessék azokat a finomabb holmikat is, amelyeket Amerika kínált. Így, talán a változatosság kedvéért, a Bocsicsió család közvetítő és kezes lett a háborúskodó maffia családok békekötési erőfeszítéseiben. A Bocsicsió nemzetségen végigvonult egy örökletes vonás. Mindannyian buták voltak, de az is lehet, hogy csak primitívek. Akárhogy is, ismerték saját korlátaikat, és tudták, hogy a többi a maffia családdal nem mehetik fel a versenyt, főleg a szervezésben és más kifinomultabb üzleti tevékenység ellenőrzésében, mint a prostitúció, a szerencsejáték, a kábítószer és a nyilvános szélhámosság. Egyszerű, őszinte emberek voltak, akik fel tudtak ajánlani valamilyen ajándékot egy közönséges rendőrőrszemnek, de ahhoz már nem értettek, hogyan kell megközelíteni egy politikailag megvesztegethető embert. Csak két értékes tulajdonságuk volt, becsületességük és a vadságuk. Egy Bocsicsió soha nem hazudott, soha nem lett áruló. Ez túl bonyolult volt számára. Azon kívül egy Bocsicsió soha nem felejtett el egyetlen sértés sem, és soha nem hagyta megtorlatlanul, akármennyibe került is. Így szinte véletlenül akadtak rá legjövedelmezőbb tevékenységükre. Ha a háborúskodó családok békét akartak kötni és tárgyalni akartak, a Bocsicsiókkal léptek érintkezésbe. A családfő ilyenkor elindította a kezdeti megbeszéléseket és gondoskodott a szükséges túszokról. Amikor például Michael Szolozzóval tárgyalt, egy Bocsicsió a Corleone családnál maradt, hogy garantálja Michael biztonságát, és ezért a szolgálatért Szolozzó fizetett. Ha Szolozzó megölte volna Michaelt,
akkor a Corleonék megölték volna az általuk fogva tartott Bocsicsiótuszt, ebben az esetben a Bocsicsiók Szolodzón álltak volna bosszút, mert ő lett volna felelős törzsük tagjának haláláért. Mivel a Bocsicsiók olyan primitívek voltak, nem hagyták, hogy bármilyen kemény büntetés megakadályozza őket a bosszúállástól. Saját életüket is feláldozták, és ha becsapták őket, nem lehetett védekezni ellenük. Egy Bocsicsiótusz volt a legjobb életbiztosítás. Így most, amikor Don Corleone a Bocsicsiókat alkalmazta közvetítőként, és felszólította őket, hogy a béketárgyaláson résztvevő minden család számára gondoskodjanak túszokról, többé nem volt kérdéses az őszintessége. Árulásról szó sem lehetett. A találkozó olyan biztonságos lesz, mint egy esküvő. Miután a túszokat megadták, a találkozó egy kis kereskedelmi bank igazgatóságának tárgyaló termében jött létre. Az elnök szívességgel tartozott Don Corleone-nak, azon kívül a bank részvényeinek jelentős része Don Corleone tulajdona volt, bár az elnök nevén szerepelt. Az elnök soha nem felejtette el, hogy amikor annak idején felajánlotta Don Corleone-nek az írásos dokumentumot részvényeinek tulajdonjogáról, mert ki akart zárni mindenféle árulást, Don Corleone szörnyűködve utasította vissza. Én az egész vagyonomat rád bíznám, mondta az elnöknek. Sőt, rád bíznám az életemet és a gyermekeim jólétét is. El sem tudom képzelni, hogy valaha is becsapi vagy rászegy. Ha így lenne, egy világ omlana össze bennem. Elhagyna az emberi jellem ismeretébe vetett hitem. Természetesen megvannak a saját feljegyzéseim, de csak azért, hogyha bármi történne velem, az örököseim tudják, letétbe helyeztem nálad valamit a részükre. De tudom, ha nem lennék többé a világon, hűségesen gondoskodnál gyermekeimről a bajban. A bank elnöke bár nem Szicíliában született, finom lelkű ember volt, tökéletesen megértette a Dont. Ettől kezdve a keresztapa kívánsága parancs volt az elnök számára, így ezen a szombaton a bank igazgatói szobáit és tárgyalótermét a mély bőrfotelokkal és teljes elzártságával a családok rendelkezésére bocsátották. A bank védelmét egy válogatott, a bank biztonsági embereinek egyenruháját viselő kis hadsereg vette át. Szombat délelőtt 10 óra körül a tanácsterem kezdett benépesülni. A New Yorki 5 család mellett még 10 család képviselői jelentek meg az egész országból, Chicago kivételével, mert ez a város volt világuk fekete báránya. Már letettek róla, hogy megpróbálják civilizálni Chicagót, ezért nem látták értelmét annak sem, hogy bevonják azokat a veszett kutyákat ebbe a fontos tanácskozásba. A tanácsteremben bárt meg egy kis büfét rendeztek be. A konferencia minden résztvevőjének jogában állt egy segítőtársat magával hozni. A legtöbb dont a konszilióriá kísérte el, így viszonylag kevés fiatalember volt a teremben. E kevesek közé tartozott Tom Hagen, az egyetlen, aki nem Szicíliából származott. Az érdeklődés középpontjába került, mint valami csudabogár. Hagen tudta, mi illik. Nem beszélt, nem mosolygott. Azzal a teljes tisztelettel szolgálta ki főnökét, Don Corleone-t, amelyel a kegyenc gróf a királyát. Hideg italt hozott neki, tüzet adott a szivarjához, oda készítette a hamutartóját, tisztelettel, de alázat nélkül. Hagen volt az egyetlen a teremben, aki tudta, kiket ábrázolnak a sötét lambériával borított falakon lógó arcképek. Többnyire híres pénzügyi személyiségeket drága olajfestményeken megörökítve. Egyikük Hamilton pénzügyminiszter volt. Hagen önkéntelenül is arra gondolt, Hamilton bizonyára egyetértett volna az ötlettel, hogy ezt a béketárgyalást egy bankban tartsák meg. Semmi sem hat megnyugtatóbban, nincs alkalmasabb környezet a tiszta ész számára, mint a pénz légköre. Reggel 9:30 és 10 óra között gyülekeztek a vendégek. Mivel Don Corleone indítványozta a béketárgyalásokat, és így bizonyos értelemben a házigazda szerepét játszotta, elsőnek érkezett. Egyik kiváló tulajdonsága éppen a pontosság volt. Utána Carlo Tramonti jött meg, aki az Egyesült Államok déli részét tette meg birodalmává. A rendkívül jó megjelenésű napbarnitott, gondosan borotvált középkorú férfi magasabb volt, mint a szicíliaiak általában. Kifogástalanul szabott öltönyt viselt. Nem látszott olasznak, inkább úgy nézett ki,
mint a képes heti lapokban a milliómos horgász, aki a jachtján lustálkodik. Tramontiék a szerencsejátékból éltek, és aki a család fejét megismerte, nem gondolta volna, milyen kegyetlenséggel hozta létre birodalmát. Fiatal fiúként emigrált Szicíliából és Floridában nőtt fel. A déli államok kisvárosi politikusainak egyik amerikai szindikátusánál helyezkedett el, amely a szerencsejátékokat ellenőrizte. Ezek kemény fickók voltak, akik ugyancsak kemény rendőrtisztekkel dolgoztak együtt. Nem hitték volna, hogy egy ilyen zöldfülű bevándorló képes lenne megbuktatni őket. Nem voltak felkészülve a kegyetlenségére, és nem tudtak szembeszállni vele egyszerűen azért, mert a tét, amelyért harcoltak, véleményük szerint nem ért meg ekkora vérontást. Tramonti nagyobb részesedést adott, és ezzel maga mellé állította a rendőrséget, aztán kiirtotta azokat az ügyetlen huligánokat, akikből hiányzott a munkához szükséges képzelőerő. Tramonti volt az, aki kapcsolatba lépett Kubával, meg a Batista rendszerrel, és végül sok pénzt fektetett be Havanna szórakozó helyének játékkaszinóiba, bordélyházaiba, hogy átcsalogossa a szerencsejátékosokat az amerikai szárazföldről. Közben sokszoros milliómos lett, s övé volt Miami Beach több luxus szállodája. Amikor segítőtársával a szintén napbarnított konszilióival belépett a tanácsterembe, átölelte Don Corleone-t és együttérző arckifejezéssel részvétét nyilvánította fia halála miatt. A többi don is megérkezett. Mindannyian ismerték egymást, az elmúlt években többször találkoztak már társaságban vagy üzleti tevékenységük során. Mindig üzletszerűen udvariasak voltak, és fiatalkorukban, a szűkebb esztendőkben is kis szolgálatokat tettek egymásnak. Másodiknak Joseph Zalucci lépett be. Az Zalucci családé volt megfelelő álcázás és fedezet mellett a detroiti terület egyik lóversenypályája. Jelentős vagyont szereztek a szerencsejátékokból is. Zalucci, ez a holdképű, kellemes külsejű férfi, Detroit divatos Grosse Pointe negyedében lakott. $100,000 érő villában. Egyik fia egy régi, jól ismert amerikai családban nősült be. Zalucci csak úgy, mint Don Corleone, kifinomult ember volt. A családok által ellenőrzött városok közül Detroitban fordult elő a legkevesebb testi erőszak. Az elmúlt 3 évben ebben a városban mindössze 2 kivégzés történt. Zalucci helytelenítette a kábítószerkereskedelmet is. Ő is magával hozta konszilióriát, és mindkét férfi oda ment Don Corleonéhoz, hogy átölelje. Zalucci zengő hangon, amerikai kiejtéssel beszélt, igen csekély kiejtési hibával, úgy öltözött, mint egy régi módi üzletember, és szívélyes jó akaratot sugárzott. Csak azért jöttem, mert te hívtál, mondta Don Corleonénak. A Don főhajtással köszönte meg. Számíthatott Zalucci támogatására. A következő 2 don a nyugati partról jött. Egy kocsiban utaztak, mint ahogy minden esetben szorosan együttműködtek. Frank Falcone és Anthony Molinari fiatalabb volt, mint a konferencián résztvevő többi férfi. 40-es éveik elején jártak. Kissé divatosabban öltöztek, mint a többiek, némi hollywoodi ízlés vegyült a stílusukba, és barátságosabbak voltak, mint kellett volna. Frank Falcone ellenőrizte a filmszakszervezeteket és a stúdiókban folyó szerencsejátékokat. Ezen kívül prostitúciós hálózatot tartottak fenn, amely a déli államok bordélyházainak biztosította a lányokat. Tulajdonképpen egyetlen don sem tartotta volna elképzelhetőnek, hogy részt vegyen a filmüzletben, csak Falcone hajtott rá. Anthony Molinari San Francisco kikötőit ellenőrizte, és kiemelkedő szerepe volt a sportfogadásokban. Olasz halászoktól származott, és övé volt a legjobb San Franciscói halászcsárda, amelyre olyan büszke volt, hogy a szóbeszéd szerint ráfizetett erre a vállalkozásra, mert túl jól tartotta a vendégeit. Póker arca volt, mint egy hivatásos szerencsejátékosnak, és mindenki tudta róla, hogy részt vesz a kábítószer csempészésben is. Részben a mexikói határon át, részben hajóval hozzák be az országba a keleti kikötőkből származó árut. Segítőtársai fiatal, erős férfiak voltak. Nyilvánvalóan nem konszilióik, hanem testőrök, bár ezen a találkozón nem mertek fegyverrel megjelenni. Az is köztudat volt, hogy ezek a testőrök értenek a karatéhoz, ez szórakoztatta ugyan a donokat, de cseppet sem nyugtalanította őket, mint ahogy nem törődtek azzal sem,
hogy az egyik kaliforniai dona pápa által megáldott amulettet visel. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a jelenlévők közül néhányan vallásosak voltak és hittek Istenben. Ezután a bostoni család képviselője érkezett meg, az egyetlen don, akit nem tiszteltek a többiek. Olyan embernek ismerték, aki nem bánik rendesen a népével, gátlástalanul becsapja őket. Ezt még meg lehetett volna bocsátani, hiszen minden ember maga felel a mohóságáért. De az már megbocsáthatatlan volt, hogy nem tud rendet tartani a birodalmában. Bostonban túl sok volt a gyilkosság, a kisebb hatalmi torzsalgodás meg az önkényeskedés. Túlságosan szemérmetlenül fütyültek a törvényre. Ha a chicagói maffia vademberekből állt, akkor a bostoniak faragatlan fajankók voltak. Gengszterek. A bostoni dont Dominic Panzának hívták. A don szerint az alacsony zömök férfi úgy nézett ki, mint egy tolvaj. A clevelandi szindikátust, amely talán az Egyesült Államok leghatalmasabb, kifejezetten hazárdjátékkal foglalkozó vállalkozása volt, egy finom külsejű, idősebb, sovány arcú, hófehérhajú férfi képviselte. Titokban csak úgy emlegették a zsidó, mert szicíliai segítőtársak mellett zsidókkal vette körül magát. Még azt is pletykálták róla, hogy ha lenne hozzá mersze, legszívesebben egy zsidót nevezett volna ki konszilióriévá. De bármi volt is az igazság, ahogy Don Corleone családját Hagen miatt Irkliknek nevezték, úgy Don Vincent Forlenza családját még több joggal lehetett zsidó családnak csúfolni. De rendkívül eredményes szervezetet vezetett, és finom arca ellenére még soha nem hallották róla, hogy elájult volna a vérlátványától. Vaskemény öklét a politika bársonykesztyűjébe rejtegette. A New York-i öt család képviselői érkeztek utoljára, és Tom Hagennek feltűnt, mennyivel tiszteletet parancsolóbb, hatásosabb ennek az öt férfinak a megjelenése, mint a vidékieké. Először is mind az öt New York-i don a régi szicíliai hagyományok szerint élt. Hasas férfiak voltak, ami képletesen hatalmat és bátorságot jelentett, szó szerint viszont a külsejükre utalt a kifejezés, és a kettő Szicíliában valóban együtt járt. Az öt New York-i don izmos, testes férfi volt, nagy oroszlán fejjel, széles, arányos vonásokkal, húsos, erős orral, vastag szájjal, ráncos orcával. Nem öltözködtek túl jól, nem is borotválkoztak gondosan, úgy néztek ki, mint a hiúságot nem ismerő, józan, elfoglalt emberek. Itt volt Anthony Stracchi, aki New Jersey körzetét és Manhattan nyugati részét a kikötők hajóforgalmát ellenőrizte. Ő vezette a hazárdjátékot Jerseyben, és szoros kapcsolatban állt a demokrata párt politikai gépezetével. Teherautóparkjával vagyont keresett méghozzá azért, mert ezek az autók bármilyen nagy túlsúllyal közlekedhettek, az országúti ellenőrök nem állították meg és nem büntették meg őket. Ezek a teherkocsik segítettek tönkretenni az országutakat, és ekkor lépett közbe Stracchi útépítő vállalata, amely gyümölcsöző állami szerződésekkel kijavította az okozott kárt. Ez volt az a fogás, amelytől megdobban minden üzletember szíve. Üzlet, amely magától újabb üzletet hoz létre. Stracchi is régi módi don volt, és soha nem foglalkozott prostitúcióval, de üzleti érdekei a kikötőhöz kapcsolták, így muszáj volt bekapcsolódni a kábítószercsempészésbe. A Corleone-kkal szemben álló öt New York-i család közül az övé volt a legkevésbé befolyásos, de a legjobb indulatú. Ottilio Cuneo volt annak a családnak a feje, amely a New York állam északi részét uralta. Elintézte az olasz bevándorlók becsempészését Kanadából, ellenőrzése alatt tartotta a szerencsejátékot, és vétójogot gyakorolt az állami lóversenypályák engedélyezésénél. Cuneo lefegyverző, madarú férfi volt, arca akár egy vidám, kövér falusi péké. Hivatalos jövedelme egy nagy tejfeldolgozó vállalatból származott. Cuneo szerette a gyermekeket, zsebei mindig tele voltak édességgel, hogy örömet szerezzen vele valamelyik unokájának a sok közül, vagy valamelyik üzlettársa apróságainak. Kerek filc kalapot viselt, karimáját körben lehajtotta, mintha női napozó kalap lenne. Egyébként is kerek holdvilágképe, ettől maga volt a kedélyesség állarca. Kevés olyan donakat, akit soha nem tartóztattak le. Ő közéjük tartozott, és valódi tevékenységét még csak nem is gyanította senki. Olyannyira nem,
hogy tagja volt több állampolgári bizottságnak, és a kereskedelmi kamara megválasztotta az év üzletemberévé. A Tattaglia család legközelebbi szövetségeséhez, Don Emilio Barzinihoz tartozott a brooklyni és a Quincy hazárdjáték egy része, azon kívül némi prostitúció is. Fegyveres csapatokkal is rendelkezett. Teljes ellenőrzése alatt tartotta State Islandot, az övé volt a bronxi és Winchesteri sportfogadások egy része. Benne volt a kábítószerüzletekben. Szoros szálas fűzték Clearlandhez és a nyugati parthoz, és azon kevesek közé tartozott, akik elég okosak voltak ahhoz, hogy biztosítsák részesedésüket Las Vegasban és Renóban, Nevada nyílt városaiban, de sápot szedett Miami Beach-en és Kubában is. A Corleone család után talán ő volt a legerősebb New Yorkban, tehát az egész országban is. Befolyása még Szicíliában is érvényesült. Minden törvénytelen ügyben benne volt a keze. Még azt is suttogták, hogy megkapaszkodott a Wall Street-en is. A háború kezdete óta ő támogatta pénzzel és hatalommal a Tattaglia családot. Arra törekedett, hogy az ország legbefolyásosabb és legtiszteltebb maffia vezéreként Don Corleone helyére lépjen és átvegye a Corleone birodalom egy részét. Olyan ember volt, mint Don Corleone, de modernebb, kifinomultabb, üzletiesebb. Őt soha nem hívták volna öreg vaskalaposnak, és az újabb, fiatalabb, rámenősebb, fölfelé törekvő vezetők bíztak benne. Lénye hideg erőt sugárzott. Hiányzott belőle Don Corleone melegsége, és a jelenlévők között ebben a percben ő volt talán a legtiszteletre méltóbb ember. Don Philip Tattaglia a Tattaglia család feje érkezett utoljára, aki Solozzo támogatásával közvetlenül kihívta a Corleonékat, és csak nem legyőzte őket. Ennek ellenére különös módon a többiek kissé lenézték. Először is azért, mert köztudott volt, hogy hagyta Solozzót uralkodni, és a finom török kéz tulajdonképpen az orránál fogva vezette. Őt okolták minden zűrzavarért, ezért a felfordulásért, amely károsan befolyásolta a New York-i családok mindennapi üzleti tevékenységét. Ráadásul 60 éves fejjel piperkőc nőcsábász volt, és bőséges alkalma nyírt rá, hogy kielégítse ezt a gyengeségét. A Tattaglia család ugyanis nőkkel kereskedett. Fő üzleti ága a prostitúció volt. Ők ellenőrizték az Egyesült Államok legtöbb éjszakai mulatóját, és bármilyen tehetséges művészt bárhova el tudtak helyezni az országban. Philip Tattaglia nem vetette meg az erőszakot sem, ha arról volt szó, hogy hozzászerződjenek sokat ígérő énekesek és komikusok, vagy erőszakkal fenyegetőzve sápot szedjen különböző hanglemezgyártó vállalatoktól. De a család bevételeinek főforrása a prostitúció volt. A tanácskozáson megjelent férfiak nem kedvelték. Örökösen jajveszékelt, állandóan a család üzleteivel kapcsolatos óriási kiadások miatt panaszkodott, a mosoda számlák meg az a sok törülköző elnyeli a hasznot. De a mosoda, amely ezt a munkát végezte, ugyancsak az övé volt. A lányok lusták és megbízhatatlanok, megszöknek, öngyilkosok lesznek. A becstelen kerítők becsapják, és nincs bennük egy szemennyi hűség sem. Nehéz jó munkaerőt kapni. Szicíliai származású sihederek fintorognak az ilyen munkától, méltóságukon alulnak tartják, hogy nőkkel kereskedjenek, vagy nőket bántalmazzanak, és ezt ugyanazok a nyomorultak mondják, akik szemrebben és nélkül vágnák át bárkinek a torkát. Ilyen nagy hangon, ellenszenvesen és gőgösen szokott panaszkodni Philip Tattaglia a hallgatóinak. A legdühösebb szóáradatot a hatóságok számára tartalékolta, amelyeknek hatalmában állt, hogy megadják vagy megvonják az italengedélyt éjszakai mulatóiban és kabaréiban. Esküdözött, hogy azzal a pénzzel, amit a hivatalos bélyegzők tolvaj őreinek adott, több milliómost csinált már, mint a Wall Street.